Ami számunkra fontos mérkőzés volt, azt sikerült behúzni a Fradi ellen, meg megpróbáltuk a minél többet kihozni, a legjobb formánkat, ennyire volt elég ez. Kisvárda következik, sűrű lesz most a program. Igen, ez a februárra is úgy kell ráfeküdni, hogy minél több pontot szerezünk, mert főleg a Kisvárdával is most nagyon egy helyen állunk. Ez a péntek is egy nagyon fontos mérkőzés lesz, és mind a kettőnknek, mert amelyikünk most itt nyerni tud, az el fog mozdulni előre, és így fogunk jönni pénteken is a meccsre, hogy mindent megteszünk ezért. Ilyen szempontból ez nagyon fontos időszak lesz, mert gyakorlatilag elég sok olyan meccsünk lesz, ami tényleg velünk azonos pontszám környékén álló csapat ellen játszunk majd. Igen, de úgy gondolom, hogyha ezzel közök közül néhányat be tudunk húzni, akkor még jobban tudjuk stabilizálni a helyünket a középmezőnybe. Kisvárdát milyen csapatnak látod, mik lehetnek az erősségei, akár kapus szemmel, mire kell készülnetek? Egy jó csapat, jó játékosokból álló. Most játszottak is egy jó szoros, meglepően szoros mérkőzést a Debrecennel, szóval abszolút komolyan kell venni őket nyilván, és a legjobb formákat kell hozni ahhoz, hogy meg tudjuk őket verni.